A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai vendégei Lakatos Laci és Nigel Stately. Olyan autókkal jöttetek, mint azok az emberek szoktak, akiket úgy érdekli az autózás. Most a te autós múltaddal úgy azért tisztában vagyunk. Láttalak már. Én a kislányom miatt lecseréltem az autómat, és vettem egy családi autót, úgyhogy ez igazából nem is az én autóm, hanem a kislányomé. Ja, értem. Csak de neki van egy hobbi autó, csak azt már elhallgatja, mert pozitív fényben tűnik fel, kellett egy biztonságos hobbi autó a Subaru. A hobbi autó is biztonságos, négy kerékhajtás, nagy fék, legbiztonságosabb. Így van. Minden. És csak zárt pályán használom. Na de hogy a te autós kötődésed, mert fekete merci, kombi 212, E-osztály. Értesz hozzá? Látta, apukának volt. Igen? Na de hogy... Vagy a apádnak jó az ízlés. Na de hogy értél te ide? Én az autóval jöttem. Köszönöm, tudtam, hogy ez egy tartalmas beszélgetés lesz. Ennyi rövideket fogok válaszolni. Nem, hát én régen taxista, az régen sárga volt. Egyébként most van benne 490 ezer kilométer, de hibátlan. Olajat nem eszi? De eszi, pont most mondtam az előbb, jó, hogy visszahoztam, ez egy fájó pont, hogy már rossz kedvem legyen. Most már elkezdte, úgyhogy lesz egy motorcsere nem sokára. Hamarosan érkezik Magyar Tomi. Kicsoda? Majd megismered, hogyha ilyened van. Jó. Nézem a stand-upjaidat, és nagyon sok poént építesz föl a cigánysággal kapcsolatban, paródiák meg sztereotípiák kifigurázása. Ez egy ilyen tabudöntögető dolog, vagy csak így lárpullár jön? Nem, hát valamit el kell mondani, szóval így a cigányokról már sokat beszéltek így a stand-up színpadán, és mivel régen van ott egy, elmondhatja másik oldal, de az előadásokon annyira most már nem szoktam ezt pedzegetni, inkább az ilyen kis videókba, de akkor sem szándékosan az a lényeg, hogy tabudöntögetés legyen, hanem mivel egy magyar cigány ember vagyok, ezért így a szóhasználatomat nem tudom máshogy alkalmazni vagy mondani, szóval azt mondom, amilyen vagyok, amilyen stílus. Meddig lehet ezt vinni? Mármint, hogy nyilván az ember... Nem. Az ember sem... Nem tudom. Ez egy remek, ilyen kérdés. Várjam, ezt Jackson is megoldotta. Igen. Az ember... Komoly bőrbetegség bejön, itt akkor ennyi. Figyelj, ahogy a sátor alatt állunk itt, ilyen, igen. Majd 42 fokos forgatás. Ömlik rólam a víz. És még nem mentetek sehova. Figyelj, rohad a küszöb, én ezzel nem is nagyon fogok menni. Nem ismersz egy Lakatost? De van egy-kettő kéznél. Jaj, Istenem, egy törölközött a művész úrnak. Ilyen Pavarotti kendő kéne legalább. Ha jól tippelek, te is nyilván a... Szóval jól tippelek, te is így a saját élményekből merítesz, de hogy ezek azért gondolom idővel elfogynak. Hát általában akkor... sajátot szokták elmesélni. De akkor az idővel elfogy, akkor hogyan tovább? Nem próbálod beleragadsz így ebbe? Így élni kéne. Tudod, igen, mindig történik akkor, valami mindig új. Mindig történik valami, most például elhívtak egy remek ilyen autós műsorba, majd megadom a számodat magadnak. Kapunk százalékot, ha lesz igen. Belőle poén? Ebből? Hát fia, jogdíjban megegyezhetünk, vagy valamit kitalálunk. 15% oda vissza számára. Nem, pont azt szerintem az a jó humorista, akinek egyedi a szemüvege, szóval bármi történik, akkor lehet szórakozni. Szóval szerintem csak nem fog kifogyni. Vagy ha elkezdek szellemileg leépülni. Vagy nem lesz egy balesetem. Légzsák van benne? Szerencsére nincs. Neki hála lehet szabadon neki vehez dolgoknak. És kaszkó, meg ilyenek. Igen, zöld kártya biztos, katalizátor alatta van, biztosítás, egyebek. Na látod, ez rasszista volt. Ilyet ne csináljatok, ez egyébként de nekem hát... szánt. Most ne hápogjál, bazd meg! Érted? Maga alatta! Én azért megmondom őszintén, hogy ott van egy másik autó, és a Lacinak az első pillantásra azt mondta, hogy kulcs a kulcsba elcserélni erre az 5-ös BMW-re, ami ott van benne a garázsban állatok. Én nagyon szeretném, ha egy vágókép erejéig megmutatnátok, hogy mi volt az az autó, ami neki szerelem első látása. Szerintem lesz róla vágóképünk. De Nigel, amikor utoljára találkoztunk, akkor még így szépen ívelt a DJ karrier, és mondtad, hogy megy a megbújulás. Hát azóta már, azóta teljes hanyatlásban vagyunk. Nem, ott elérte a csúcspontot, és azóta viszont. Az a forgatás volt a karrierem csúcsa. Igen, így mentél fel, bazd meg, és azóta így. Leforgattuk az Antival az adást, és senképp sem. De volt egy versenysorozat, ahol első voltál 2 hétig?
3 hétig? Elég sokáig volt ez. Hát igen, de ugye azért azt az igazsághoz az a tartozik, hogy a személyautók között azért jól végeztem. A személyautók, olyan személyautód van, de szekiváltó volt, teliszlik, nagy program. De nincs becsövezve, ez egy általános személyautó. Értem, értem. De én is ilyen autóval jöttem reggel, csak... Figyelj, azt tudom mondani, hála jó Istennek, hogy munkám van. Bejelentve, ezt gyorsan hozzá szeretném tenni, a kollega helyett még egy napvizsgálatba beletaladunk. Nincs napvizsgálat, mert igazából teljesen egyszerű, az egyik legjobb barátom a Kata, úgyhogy minden évben számlázunk egymásnak, és 12-ig így van, a fellépések azok mennek. Mi ez, fölött áfaköres vagy? De tisztában vagyok vele. Úgyhogy hát ő azt tudod, amióta lefele megy. Na, a közelébe sem. El se érjük, azt bőven elég, nekem a 3 is elég lenne per év. Úgyhogy hál' Istennek azt tudom mondani, hogy a rendezvények azok rendben vannak, igyekszem a közönséget mindig megismertetni az újdonságokkal, úgyhogy járom a világot. Suzuki-val találkoztatok-e már életetekben, főleg az első autóm egy piros Suzuki, 3-hengeres 1.0-as piros Swift volt, fehér csomagtérajtóval. Klíma nélkül. Én pont múltkor találkoztam egyel, a M3-as pályán, a belső sávban. Villogtad? Nem szoktam villogni, hanem rámegyek. Sokáig néztük egymást így a visszapillantóból. Üzengettünk egymásnak érthetően. Nemzetközi kézjelekkel? Nem, szájról olvasást gyakoroltuk. Ő a merciseket szidalmazta. Én azt, hogy minek van kormány. Jó volt, jó hát volt. Hát a kormány sokan szidalmazzák. Igen. De most nem arra, amik az is, de mindegy. Oké. Láttátok a pályát, itt van az autó. Hogyan szeretnétek menni? Ugye van a 3 körötök. Megbeszéltük, hogy vegyes páros lesz. Tökéletes. Közben fogunk váltani, hogy... A szlalomba álljatok meg, racsni minden, és akkor egy ilyen... Menet közben... Igen. Kérlek szépen tisztában, ha beszélek, nem köhögsz. Melyik kötök ülébe ülni, amikor átültök? Úgy ülünk, hogy én ülök az ölébe, és akkor így meg is van. Szerintem úgy kezdünk, hogy a Laci kormányoz, én ülök az anyóson, a második körben én vezetek, a Laci fog az anyóson ülni, és a harmadikra pedig szerintem kőpapírolló. Megvan a csapatfőnök, én nem ellenkeznék vele, magasabb, mint mi, úgyhogy... 45-ös karja van, az szólok neki. Ezt 48-as forradalomnak hívják, de semmi probléma. Történelem óra 6. osztály. Az igen, és az erek ki vannak állva. Amíg én elmentem a mosdóba, itt pumpált mellett. Szerintem csak a 40 fok teszi. Na, de. Ó, Istenem! Akkor foglaljátok be a járművet, és akkor az operatőrök a helyükre mennek. Rajt előtt akarsz még elszívni a 100 cigit, vagy mehetünk? Ma közben. Jó, várj, nem szívja fel! Várj! Tuti megfordított meg ezt. Meg. Jó, oké. Okay. Nagyon kedvesek ezek a fiúk, na készülj! Várjál! Klíma? Az irodában benne. Nincsen klíma? Hallod? Nem, mint lakít. Rohadt jól nézzünk ki. Oda néz, itt a kis kamera. Sziasztok! Sziasztok! Nem sokára lesz egy komoly koncert, amire a bátyám várt titeket sok szeretettel. 3, 2, 1, rajt! Finoman engedj, de mondtam, hogy fordítva, mehet. Azaz. Már csináld, bátya. Nagyon jó vagy, tesó. Nagyon jó vagy. Várja! Megvan! Már a tolluk várt. Ezt te húztad meg, bátyát. Tekert a másik. Lehetik a gyűrű a kezemről. Mert! Mehetünk? Tekert vissza. Nem, várja így. Úgy, azaz. Mindig ellentétesen. Tudom, az megvan az a része. Azaz. Úgy, hogy te kell. A ráket leszik a gyűrű a kezemről, baszd meg! Az áttétel. Mert? Szerintem az áttétel is jel. Azt mondom, hogy jó. Figyelj, meg kell. Érkeznek a mannál bici feladatot. Érzed, azt gyanázom, csak azért mondom, lassan mennyi bátyám. Jó, elérem. Fét? Tolatás, figyelj. Várj, és akkor most jobbra kell, de be kell tokat. Hello, mehet. Várj, lassan még. Jó, nem lesz jó, előre megyünk. Mehet. És akkor most várj! Laci! Hát izomlázam van! Jó, várjál! Várjál, hagyd tegyük be a buláját, most előre megyek! Most szedd vissza! Állj, gyerekek! Mennyi még! Gyere, Laci! Jó? Jó? Nem jó! Várjál, gyere, még hátrébb is, akkor... Oké, és azt akarom, oda berakom az elejét! Tekerd már! Tekerd fel! Jó? Álljon az vissza. A vissza!
Jobbra tekerd most. Megyük. Azaz, jobbra tekerd. Itt tekerd. Finoman balra tekerd. Finoman. Jó, tartsd így. Várjál. Megvan ez. Ne érj, de mi nyomod a gáz, Tili? Hú! Másik irányba szed, a másik irányba. Ja, várjál, tudtam a GoPro-t is. Hú. Nem egyszerű. Igen, na gyere. Kiállt a kezel. De nem, csak gyukvercedel, előre nyomd, és akkor arra tekeredik ki. Vigyázz, gumi van itt. Ezt tekerüljük ki. Úgy. Azaz. Gyere, vissza, balra. Balra. Még. Jó. Elfáradtam. Hallod? Nem nyugodt. Cseréljünk már. Kiállt a kezem. Elég, jó. Jó, vissza, oda megyünk, gyere. Oda megyünk. Nem bírom. Olyan izomlázam van. A kezembe görcsölt. Ó, Istenem. Figyelj, mi nem megyünk. Menjünk lassan, mert tényleg az életben nem érünk oda. Mi nem megyünk el rallizni, Bécsi. Mert... Jó, meghaltam, jó? Úgy, óvatosan. Azaz. Jó van, hát megkerülöm. Honnan kerüljük? Szarul magyaráztátok el. Jó? Nincs benne szert. Ha nincs, ha rendes izomlázom le. Várja, ha ennyit forog. Azért mondom, át van rakva az áttétel. És ott kell kimenni. Nem kell, hát... Jó? Faszol! Laci, esküszöm, bekövetlek Instagramon. Jó voltál. Jó, Istenem! Bok. 3-43 cigivel együtt? Hogy rágyújtott? Hát azért mondom, hogy szórakoztam, simán. Hát ezt sírtam. Na jó, megyünk egy izét, egy komolyat, jó? Mentek egy hegyet. Nem igazából, hogy tényleg a izé lesz, ahogy hívják a pedál. Mert te is nekem sokat adtani, és nem bírtam tekelni. Igen. Egy igazából, hogy téged foglak figyelni, és nem, neked akarom. Igazad van, mert inkább lassan gurulj végig pontosan. Végig megyünk, mert azért mondom, igen. Ezt hamar, neked úgy is álltál hamar az agyad, hogy merre kell, nem lesz azzal gond. De neked miért nem állt át végül az agyad? Én azt tekertem utána, amikor már elpáradtam, akkor bolondultam meg. Aha. Mert hát, hogyha majd mondom, visszanézed, ott itt tényleg helyesen tekert, amikor jött egy nagyobb gáz, és tudod, éreztem azt, hogy kapkodnom kell, akkor jött a izi a rendes. Figyelj! Én szerintem a héten nem röhögtem ekkorán. Na várjatok, hogyha most ezt 2 perc alatt megcsináljuk, akkor valami kis deal. A BMW-t egy hétre. Elég a izi, az öv. A Gucci öv. Jó, nyomhatjuk. Na menjünk! Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt. Figyelj, előre elnézést kérek, kurvára tekerni fogom a kormány, de ha véletlenül szájba váglak. Nyugodtan. A könyökömmel. Az nem direkt lesz. Tudom, így most meg pláne lesz. Remélem, megtétek, mert hogyha egy fogak nélkül szállok ki, akkor elég nagy probléma van. 3, 2, 1, rajt! Jó, ma már. Azaz. Mellünk. Azaz, megvan az. Várjál. Nagyon az áttétel, az nagyon izé úgy van rakva, hogy finoman. Úgy érzem most magam, mint valami. Jó, segítek bárki. Jó. Kivettem. Jó van az, Tili, jó van, direkt csinál. Várjál, most lassan, most csak izé kuplungozok. Menjél még meg, nekem rövid a kezem. Jó. Megvan. Jó, és most fogunk betolatni. Lassan. Okay. Lassan, mert... Már a másik irányba. Igen, a tolatása ízére. Oké. Okay. Mehetünk így, óvatosan. Lehet egyet kell majd előre mennünk. Vigyázz! Jó, menj, gyere még. Jó. Fék. Oké. Okay. Jó. Belőle és akkor mögé. Oké, okay. Mehet. Csak finoman gurulj. Oké. Másik irány. Várjál még most, és most stop. Fék.
mostolatunk oda. Okay. És szóljál, mikor szedjem vissza. Tehát várjál. Elmegyünk. Jó. Elmegyünk. Oké. Most az egyenes. Rakhatod ki azt a szart, és mehetünk vissza. Jassz. És akkor arra tekerem. Nem, erre megyünk. Tesszük. Igen, csak hogy arra tekerem. Igen. Nagyon jó. Olivier óriási ezzel az áttétellel, hallod? Húzhatok? Másik. Jó, azt meg kell kerülnünk, tudod? Innen kerüljük, és visszaérünk a célba. Elbasztam, bazd meg, hogy kibocsánat. Másik irányba. Jó, bocsánat, igen. Áll egy másik tovább. Most. Úgy. Jó. Ide visszaszeded. És ott a cél. Elve. Látja, ez ötös volt. Aki kell szállnom pihenni, mert leszakadt a... Ezt mondom. Leszakadt a karom. Miről beszélünk? Az ötöst írjuk be, az Y-nal voltak problémák, de ez átment nálam. Van az borítékot. A pénz, amiért átmegy. Na kettő alatt vagyunk? Nem. Jó! Jó volt. Mennyi volt, aki kettő alatt ment? 1.06 a leggyorsabb. Mennyi? Hát ott van a géptetőn. Ott vannak az időeredmények. 1.06? Hát igen. Hát az nem én vagyok. Hát még lehetsz, még van egy mennyit mentünk? 1.05. És ez ő ki? Ki az aláírás? Szalai Pisti és Anfield. Beszarok. Hát igen, gamer youtuberek. Számítóznak egész nap, azt így vezetnek. De kemény. Hát ott olyan alkalizom van, bátya. Jó, hát nem az felfújt, tudod. Mint te, hanem ott a izmok vannak. Ott megy el, hogy elsőre betudtok-e tolatni. Igen, ezen múlik. Aha. Igen. Most mentetek egy 2.14-et egy hibával, mert itt egy kicsit beleigazítottatok a gumifalba. Az 2.19. Az ott nektek egyszer? Igen. Akkor elsőre úgy kell alászednem, hogy már egy lökiből megoldjuk. Igen. Igazítás nélkül, ha befűzitek, akkor is kicsit meg. Meg itt lehet húzni, mert én egyébként pékezgettem, akkor láttam, hogy bizonytalan vagy, én mindig befűzítem. Igen. Szóval azért mondom, hogy próbáltam. És akkor most vezette meg én? Mit szeretnél nekem? Nekem az a baj, hogy mind a kettő megy. Nem viccen kívül, mert az volt a baj. Vezetek még egyet akkor, csak akkor... Nem veszem le ezt a gyűrűt. És hogy tekertem a kormányt, hogy az asszony lássa, hogy rajtam van, majdnem leesett az ujjamról. Úgyhogy miattad buktuk el, úgy csináljad. Hogy amire hazamegyek, a nokedlit szaggast ki ezé. Miattad vagyok cinkben. Bocsáss meg, testvére. Na, akkor gyere, tolassunk vissza a rajtba, csináljuk meg az utolsó kört, és próbáljuk meg úgy megcsinálni. Mutathatom. Nem, így is az áttétel miatt így tudom csak lekezelni, lekövetni, hanem amikor betolatunk majd ott, akkor egy picit engedd meg, hogy előrébb menjek, hogy jobban tudjam nekem visszaszedni messzebbről, tudod, mert akkor nagyobb a mozgásterünk. Jó. Jó, na gyere, tolassunk, álljunk be a rajtba. Akkor 3, 2, és majd egy. Jobbra tekered. Mehet? Rajt! Ezért mehetünk. Mondtam már. Nem kell. Ott a gumiba vagyunk. Jó, mehet. És jobbra tekered. Balra tekered. Jobbra tekered. Balra tekered. Oké, és rá segítek. Jó, most balra tekered. Jobbra tekered. Balra egy kicsit. Balra, azaz. Oké, és megyek mellé. Másik. Még egy kicsit előre. Így elférünk. Oké, és még. Gurulok neked, és most... Oda kéne beszednem. Oké. Jó, most jön a lüki. És akkor a másik irányba teker. Oké, és várjál. Kicsit gyere még. Oké. Lájjál, ne dőlődője. Nem dől át, gyasz. Oké, megvan. Szép. Oké, és most figyelj, most ne basszuk el. Balra tekered. Még teker, figyelj. Tesó, miről beszélünk? Szép volt. Lacikám, ahhoz képest, hogy
két első, hat második, a nyolc általános, le a karappa. Atyász, köszönöm szépen. Hát ez vagyok én, hogy ez is megy, tehetség. Na! De most akkor az van, hogy gyűlöltétek és jó rajta túl lenni, vagy inkább tetszett? Hát még ezután megyünk kettő. Hát úgy, hogy nem neki kell kormányozni, azt mondta, még menne szívesen. Igen. Játékon kívül lehet még egy-két. Köszönjük szépen. De jó volt amúgy. Nagyon jó, de köszönjük. Rá lehet érezni. Erre is rá lehet érezni. Igen, neki még nem sikerült ez az érzés, de érzi, hogy le lehetne érezni. Nem, tényleg nagyon szépen köszönjük. Amúgy most, hogy az utolsó körre navigált, jobbra tekert, balra tekert, nem, az a jó, hogy én alapból elrontam, szóval én jót akarok neki mondani, és így lett a jó, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megcsavartátok. Nem tudod, hogy melyik a jobb és a bal kezed, még előnyel is indítsz. Hát ezt mondom. Az utolsó asztalra ráfordulás, azt mondja, jó, akkor szépen balra megyünk. Hát mondom, azt én is látom, hogy balra megyünk, de nem azt mondja, hogy jobbra tekert a kormányt, érted? Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Mennyi az idő? Ja tényleg, az idő, várja. Kezed, mennyi lett az utolsó idő? Lehet hibaja, szóval azt mond. Azt hiszem, megvéletlen töröltem. 34 másodperc? Szóval, 1, 0, nem. Nem. 1, 22, 76. Az nem rossz. Egy hibával, mert itt tartottatok az elején egy kis tereprendezést. Hozzáértünk, Laci. Ezt mondtam, hogy ott raktam. Arrébb toltad egy méterrel. Hozzá. Hát mert gáztattál a fék helyett. Aha. Szóval ez egy 1.27-es idő, ami nagy, ha megnézitek a jelenlegi, akkor középmezőn. Uh-huh. Kérhetek tőletek úgy egy szignót a géptetőre? Persze. Kérlek akkor, az dedikáljál. Idősebbnek először. Köszönöm. Ez a középre, ezek mi vagyunk. Nem vártam szerénységet. Ide csókolok még azt is. Jó Istenem. Meg akkor még ezt az átruházást, hogyha itt talál. Tudnád, ti le tudjátok tanúzni, mert kell még két tanú. Üzenetartó, hogy van, jó lesz? Hallod, azért ezzel kéne hazamennünk most. Ketten. Simán. Képzeld el itt a Vácin, hogy haladsz vele. Első körforgalmat azért képzeld el. Lenne sztori. De gyerekek, figyelj! Jól éreztem magam, tényleg jó volt, bujén volt. Mennyi, hagyj menjünk már még egyet, idő nélkül, légy szív. Átszélünk, addig egy játékkört mehettek. Mehetünk. Megyünk még egyet, hát, Biro? Biztos nem kormányzok. Kormányozzak én. Jó volt ez így. Tudni kell, hogy hol kell abba hagyni. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg jó volt. Eljöttetek. Anti, Oliver, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy jöttetek. Tényleg ez hatalmas. Köszönjük, hogy rajtunk nem, velünk nevettetek. Laci, telefonod? Itt van a zsebemben. Cigid? Az is megvan. Jó, oké. A gonosz Swift következő párosa, Hajnóci Soma és Pere Laci.